Nem számíthatott könnyű meccsre a ZTA sötétmezes Tirana ellen, hiszen mindenféleképpen nyerniük kellett az alaiaknak. Az első félidő első fele az ismerkedés jegyében telt, aztán a hazaiak fokozatosan vették át a játék irányítását. Ám gólt mégis a vendégek szerezhettek volna. A 35. percben Plaku lövését kiöklözte Vlaszák, majd az érkező Pejics közelről az üres kapu mellé lőtt. A 44. percben a Zete is betalálhatott volna. Kámber beadását Pavicevic 5 méterről fejelte kapura, de Lika óriásit védett, így a félidőre maradt a 0-0. A szünetben Csank János cserélt, magasföldi helyére Balázs Zsoltot küldte pályára, aki már az első percben veszélyt teremtett. Baloldalról Kemény előtt középre, de a labda elsuhant a kapu előtt. A 47. percben Máté bombázott 20 méterről, de Lika kitornázta a felső sarokba tartó labdát. Ezek után is az egerszegiek birtokolták többet a játékszert, és folyamatos nyomást gyakoroltak az albánok kapujára, de gólt csak nem sikerült szerezni. A 82. percben aztán a vendégek is helyzetbe kerültek. Pejics lépett ki a leshatáról, de Vlaszák remek kifutással mentett. A 87. percben az ETA is eldönthette volna a mérkőzést. Egy rövid hazaadást csípett el Balázs, majd bevezette a 16-osra és önzetlenül az érkező Pavicevic elé passzolt, aki viszont erőtlenül lőtt, így Lika biztosan fogta a középre tartó labdát. A 91. percben újabb nagy zalai helyzet maradt ki. Kamber lőtt a 16-oson belülről. A labda kijött Likáról, ám Máté elől szögletre mentettek a védők. A 92. percben aztán jött a hideg zuhany. Az előre törő Plakut Mijatovic lerántotta a 16-oson belül. A jogos büntető mögé a sértet állt, de lövését Vlaszák óriási bravúrral hárította, és hosszabbításra mentette a meccset. Al újfent a Zete rohamozott. A 95. percben Pavicevic csúszhatott Rudnyev szelé, aki futtából lőtt, de Lika ezúttal is védett. A 105. percben Rudnyev szívelt át a hosszú oldalra, ahol Balázs levette a labdát, majd éles szögből centikkel bombázott mellé. És ahogy lenni szokott, a sok kihagyott helyzet megbosszulta magát. A hosszabbítás második félidejének elején szabadrugáshoz jutott a Tirana. Karabeci lőtte el a labdát, ami megpattant a sorfalon, így becsapta Vlaszákot, és a hálóban kötött ki. 0-1. Ezzel gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés, ugyanis az Etének immáron 2 gólt kellett volna lőnie a továbbjutáshoz. Ugyan mentek előre becsülettel a végéig a kékfehérek, de gólhelyzetbe már nem kerültek. A KF Tirana 1-0-ás összesítéssel jutott tovább az Európa Ligában, az egerszegieknek pedig nagyon hamar véget ért a nemzetközi szereplés.